Hosszú téli szezon zárt a kolozsvári atléta Miklós Andrea, aki a hétvégi fedett pályás Európa-bajnokságon is kiváló eredményt ért el. A lengyelországi Torumban szervezett versenyen 400 méteren a hatodik lett. Az olimpiai kvalifikációs szint teljesítésére készül Miklós Andrea kolozsvári születésű atléta, akinek a 400 méteres síkfutás a főversenyszáma. Kihívásként tekint a tokiói játékokra, hiszen nem sok sportolónak van lehetősége olimpián indulni. A 22 éves sportoló a múlt hétvégén a lengyelországi fedett pályás atlétikai Európa bajnokságon 52,10 másodperces idővel a hatodik lett a döntőben, két héttel korábban pedig Isztambulban megnyerte a Balkán bajnokságot 51,92 másodperces egyéni csúccsal. A téli szezon egy elég hosszú szezon volt, és versennyel teli. Nagyon örvendek, hogy ebben a nehéz periódusban versenyezni tudtam, és ilyen jó eredményeket el tudtam érni. Következő periódus nem lesz túl könnyű, mivel az olimpiára készülünk. Nagyon remélem a kvalifikációt, remélem azt, hogy időre tudok kvalifikálni, vagyis hogy meg tudom szaladni az 51-35-ös szintet. Úgy érzi, jól alkalmazkodott a körülményekhez, hiszen járvány idején a versenyzés öröme sem hasonlít a korábbiakhoz. Ennek ellenére sikerként könyveli el azt, hogy egyáltalán rajthoz tudott állni ebben a nehéz időszakban.